visitor. Stay a while. Stay forever. Oh, hey. How are you? That's good. You're acting a little suspicious. What did you have to ask me? Szárbusztok, gyerekek! Hát ma megint normál bácsi mond nektek mesét. De előtte, még mielőtt izgalmas lenne, tudjuk-e az unalmas részeket, abból fog állni a videó. Tehát itt van ez a quest, amit kihagytam a videó felvételből, mert be kellett mennem egy kocsmába és beszélnem egy goblinnal. Nagyon gyanúsan emlékeztet az úriember a Rejtő Jenő Török Zultán nevű karakterére, aki mindig csak azért dolgozik össze a gonozokkal, hogy jobban a bizalmába férkőzzön nekik. Arra volna szükség, hogy kiesett a pixisből a nagy, csúnya, főgonosz goblin, akivel zárójelben igazán szeretnék beszélni, megharagudott rá, és hogyha megszerez valami elveszett sisakot, akkor majd jobban a bizalmába férkőzik, és akkor majd elmondja nekem, hogy mit akar a fazon, talán le tudunk beszélni egy személyes találkozót is. És kell hozzá a depulzó. Milyen jó, hogy írja. RTSM ugyanúgy, mint a Rimworld videómban volt. Na most arról meg annyit mondanék, hogy ugye problémás. Problémás, mert tovább játszottam azt is, de csináltam mentéseket. Ezért le fogom majd szimulálni, hogy minthogyha akkor játszanék vele, és fú, rájövök. Csak össze kell vágni, egy kicsit bonyolultabb, és az rettentően lusta vagyok. Különösen, hogy hallottam, hogy az én korosztályon beli emberek, azok sajnos nem, eléggé keveset tudnak aludni, és ezen, mint én, mint ős usta, nagyon meglepődtem. Nos, itt begyűjtöm a cumókat, nektek meg addig benyomok valami audiót, hogy ne unatkozzatok, jó? I didn't think my first video would be Dungeons and Dragons, but, well, here we go! Wait, don't just leave just yet. You do not have to know Dungeons and Dragons in order to appreciate the stupidity. Now, I've been playing Dungeons and Dragons for about 6 to 7 years, and I've never royally messed up like this before. Oh, Dingo, don't beat yourself up. Everybody messes up in D&D. Isn't that kind of like the point of the game? Everybody TPKs their team eventually. I mean, strike fireball gets out of your hand, one of your teammates has something explosive on their back, and boom! New campaign! No, but you don't understand. I TPK'd the universe. Just a little bit of background. This was a 3.5 campaign done by my boyfriend Felix, and there were about 5 players. At the time, there was only 3 of us, because the other 2 were sick. My character was a level 6 wild mage named Sips. The thing about a wild mage is that they can cast magic, but they have a percentile where their magic can go wild, where it can really mess up everything. You want to cast create water? Well, how about snakes? Or you want to cast light? Well, how about a dire bear? My character's wild magic percentile was determined by how much his curse was grown on him. He had a crocodile hand, and the more that it grew onto him and his skin became more into a crocodile, the higher percentage his wild magic was. At the time, he was about at 30% for his magic to just go buck wild. The session started normally like all sessions, where we were trying to get to another town. And this town particularly was in the swamps, and it was called Alchemist Quarry. We're traveling through the swamps and we constantly have to make reflex saves because there's friggin' earthquakes every gosh darn minute. We didn't really think much of it, but turns out it's kind of our death. Shadowing. We arrived at the town, and this town was really, it was magical as fuck. Everything was magical. All the buildings, all the people, just magic, 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 magic. Since there were only about 3 of us instead of the normal 5, we kind of all looked at each other and went, Rebellion. Wanna go get drunk? Heck yeah. We went for a drink and, well, my character doesn't really drink. He's never gotten drunk before. So
initially when he went to the bar, he kind of hung out and did nothing until one of the players in my group went up to me and said, "Hey, you want to sing karaoke with me?" And Sips was like, "I'm gonna have to get really drunk for that." So he rolled and he got a natural one. So he kind of just looked at the drink and was instantly smashed. Now, I don't know what you think, but I think having a drunk wild mage is not really a great combination. But Sips managed to go up there and actually crush it. He was a great singer, he rolled high, and at the end, he wanted to show off his little bit of magic and cast dancing lights as something like, ta-da! Well, when he did that, Felix rolled for the percentile and got like a 29, like just under the percentile. So as soon as he cast lights, dancing lights, it was wild magic. We all kind of looked at each other and went, what's gonna happen? And so Felix was like, okay, I got this. He looks up the chart next to him and he rolls to see what he has to choose from the chart. So he rolls and then you kind of see this expression on his face where he goes, ooh. And then everybody kind of like looks at each other and goes, what's up, Felix? With this blank stare into nothingness, he goes, when you cast dancing lights, you feel the energy leave your hand and then you feel nothing after. As you have now created a 700-foot radius of permanent dead magic. As Aloha in, Mora. No magic can exist in this space. Ever. We're in a city that is all magic. Everything's magic. The drinks are magic. Food's magic. Your underwear is magic. Everything is magic. And I just created a 700-foot radius, so 1,400 feet across of permanent dead magic. Sips kind of like stands there, and first of all, he's drunk, so he doesn't really realize what just happened. But the player next to me definitely knows what just happened. Everybody in the bar just starts to freak out. The guards go into a panic. They see what I just did, and they just charge at me. In which the player next to me grabs me and says, "Oh, we gotta go." We run down the alley being chased by these pretty pissed off guards and pretty pissed off civilians. And my character's like, "What's everybody so mad about?" We see a building that we can climb up and hide from everyone. We get up and we somehow manage to avoid the guards and the angry mob of magic users. Well, fire magic users. And there comes over this false sense of security that everything's fine. And we're on top of this building, and it's like, oh, thank God, we lost them. Probably not a great idea to create a 700-foot radius of permanent dead magic, but you see, that wasn't the problem. Because the problem was really when I heard Felix go, "How big was that permanent dead magic zone?" And I kind of like turned to him and said, like 700 feet radius, so 1,400 feet across. He just has this horrified look on his face. You can just see the numbers floating in front of his head as he's trying to calculate something. He turns and goes through his notes frantically, looking for something. And then you just hear a, oh, oh no, oh, oh, oh no. The entire group goes, "What? What is it?" And then we feel a rumble underneath us. The same rumbles we've been feeling all throughout the campaign, these little earthquakes that I was complaining about. Yeah, so we turn and we see this creature bursting out of the ground and rising up. And you know what it is? For any of you kids at home that may know, it's a motherfucking Tarrasque. And for any of you kids who don't know what a Tarrasque is at home, this thing is 50 feet tall, 70 feet long, and weighs 130 tons. This is the scariest creature in D&D. It eats worlds for fun. So let me just read an excerpt from the D&D Wikipedia page on the Tarrasque.
Although no one present has likely ever seen it before, its hulking monstrosity is instantly recognized to anyone who has ever heard the stories of the legendary Wrath. There's only one beast that casts its shadow over entire cities, only one creature capable of striking such fear into all who gaze upon it. After all, there is only one Tarrasque. All it does is kill, eat, sleep, and repeat. This thing has 700 health, attacks with plus 46, and moves at 80 feet per turn. This thing is insane. And did I forget to mention that I'm a level 6? All my party members are a level 6. How are we supposed to go against a level 20? It's a god! Yeah, because it turns out this village out in the middle of nowhere has a freaking Tarrasque underneath it that was held by immovable rods of magic. So when I cast that dead magic zone of 700 feet, it kind of dispelled the rods and released the Tarrasque. But it wasn't really my fault, because who freaking keeps a Tarrasque underneath their city? That's like keeping the Antichrist in your closet. So I drunkenly sang karaoke so bad that I released the apocalypse. Revelio. Egyébként ez volt Dingo Doodles-től az AD&D Story sorozat első része. Nem tudom, remélem tetszett nektek. Mi az Istenért nem enged repülni? Hát innen miért nem szállhatok föl? Hát miért kellett ide anti-magic-et rakni, tanárok? Hát olyan jó, tovább mehetnék. Ezek meg itt röpködnek közben. Kicsit el van dugulva a nózim. Trip. Igen, itt behurkolni, itt a zenész. Kezdem ezt a részt megismerni. Nem, azt itt merre is. Arre. Csak lesz egy felrepülős hely. Szép a játék. Most már értem, hogy miről beszéltetek, amikor még a régebbi gépemen csináltam. Hello. Tényleg lehet, hogy... Igen, a könyvek illata. Kíváncsiak, ez miért van itt lezárva? Állok? Jó. Ezt így lehet ilyen nyilvánosan. Ez sokkal egyszerűbb volt, mint gondoltam. Forgatni kell itt szaggatottan, és egyszer csak elkezd forogni az a vacak, akkor ott megállítani, és a másikat is forgatni. Amíg a vacak el nem indul, kivéve, hogy egy pillanatra indul el, akkor előbb a másikat kell beforgatni. Ó, na egy pillanat. Ó, ez egy nagyobb orfújás után. Why do students always frown? They should burn the castle down. Ennek nagyon mély filozófiai jelentése lehet. Volt egy régi kedvenc harcművész filmem. Hát igen, a troll. Na végre. És abban volt egy ilyen nagyon metál viselkedésű. Itt. Jó, itt lesz valami. Egy nagyon metál viselkedésű, de szép boszorka. Nem, egy nagyon metál viselkedésű. Harcművész, bölcsmester, és ilyen rettentő undorító volt. A helytetőn ült egy ilyen kőtrónuson, és a fikáját beletörölte például a trónus karfájába. No, Livilio. Kő neki a 8 meg a 12, akkor az 2, az pedig az a kétszarvú bügyő ott. Jó. Hulladék után kétszarvú bügyő, nagyszerű. És akkor ott van a kis fostosabb kéva, ami a misztikus ok miatt a 7-es számot képviseli. Meg az egyes, az 8, és akkor egy unikorn is kell kiflöttyenteni a másikon, ott van. Vagy nem, mindjárt kiderül. Ups. Ó, hát a zsenialitás, csak nektek köszönhetem, mert segítettetek, ott szurkoltál te is ott a sarokban. Revelio.
Ehé, tehát le is lehet szkennelni. Tehát megörökítették szoborban. Aha, udvarolja a Gorgónak. Hát nem tudom, hogy akarom-e megnézni a képet egy mentés nélkül. Csirke vagyok, mint köztudott. Nem hexitumai menő. Save game. És ő. Na nézzük, ki fog abuzálni, hogyha megkövesettem. Már előre rettegek. A... Tuk. Jó. Tehát akiket kővé változtatok, azok se halnak meg. Ez megnyugtató. Rebellion. Hup, 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 hup. Ó, talán megnézem, merre kell menni. Látjátok, pont eltaláltam, hogy ez a jó irány. Ugye ez itt le volt zárva, itt én még nem jártam. Puty-puty. Ah, ezek belejönni. Ó, az okréknál. Tényleg? Miért nem mutatta a Revelio? Összeesküvést, orrantok, ott van fönt. Puty. Jaj, de szép, hogy ott acsarog. Ja, tényleg, és be kell állítani a depúzót ehhez a kalandhoz. És akkor, nem tudom, nagyon szar szóvicce, majd bepúzok. Puty. Oda csaptuk, mint a trolla fikát. Ó, és hát még ilyen is van. Minden is van. És aztán ebből jön az XP. Azt nem tudjátok vérlő, mi a limit a skilleken, mert azért spórolgatok. Már felvettem egy pártat. Tika. Kettes levelok. Biztos, hogy nem titkos ajtó. Oké. Okay. Simán átsétálni rajta? Nem. Hallom, hogy süttyög itt valami. Na mindegy, lehet, hogy a kanyar után lesz. Hello. Ezt csókolom. Ó! Úgy érzem, hogy találtam egy shortcut. Tényleg volt itt valahol pince, rengeteg bezárt ajtóval. És lehet, hogy lehet valami érdekes. És ez a pószon osztál jobbra. Nem balra. Rebellion. Jó, azóta új mágia nem került ide, a profhoz meg nem török be. Én fogom a rövidebbet húzni. Thunderbrew. Amikor erre járok, bekészítek valamit, hát sose lehet tudni. Onnan jöttem, erre megyök. Úgy. Tudtam én, hogy lesz egy rövidebb út. Szia! Kerestél? Jól vagy? Ne ülj a kőpadló, mert fel fogsz fázni. Jó. Mondjuk úgyis a faluba megyek. De nem, a elérhetetlen cuccokat popornyicázzuk ki, vagy szűpürtyüljük, vagy melyik is az. És a közelebbieket meghagyjuk veszélyesetől, hogy gyorsan el lehessen élni. Próbálok okos lenni, aztán innen is kiszedtem a cuccost. Jó. Megkör, amedek Ádám volt, ugye? Nem kell itt a rémhíreket terjeszteni, igen? És akkor itt jöttünk el, erre emlékszem, úgyhogy most erre megyünk. Ú, igen, végre. Ingjuk fel magunkat az égre, dzsihá. Rebellion. Jobban táncsebben már voltam szerintem. Sajnos nem lehet félre nézegetni. Mert nyilván ez is a konzolosok miatt van. Igen, először a falu. Hol van a híd? Nem látom a hidat. Ah, te látom a hidat. Ugye majd nem flotty most jó. Hát igen, mert már landoltam, tökéletes van. Begyűjtendő cuccot nem látok.
Nem én vakargattam az előbb a borostámat, hanem a feleségem. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Otthon az ágyban egy jó könyvvel. Most mindenkit kirabolhatnék, vagy legalábbis a felüket, akik nem költöttek sokat zárra. Nézzük, megtalálom emlékezetből a bót. Merre van itt bót? Nem volt itt valahol egy könyvesbolt? Köszönöm, bátyám uram. Ez így van. Let's look at what we have, shall we? Nagyon jó. De előtte, hogyha ezt a pár ezer ruhát megvennél tőlem, ami biztos jól fog... Oké. Hát incendio, well. Nincsen túl bonyolítva a játék, tehát élesebb körű embereknek elérhető, ügyesség le meg ilyen mészbuszot. Mit nem vettem még tőle? Ötletető. Mennyi pénze van? Jó sok. Nothing like finding just the right thing, isn't it? Legyen így. Köszönöm szépen, tisztelettel. Let me know if there's anything else I can do to help. Abszolút úgy lesz, uram, abszolút úgy lesz. Sajnálom, hogy nincs ideje egy kis beszélgetésre. De hát ez van, és a csengő... Mondani akartam, hogy a csengő mozdulatlan maradt. Rebellion! Itt van a tüntető bácsi. Sötét. Na, tök jó, köhög helyettem a karakter. Az NBC. Rebellion! Azt mondja, hogy depulsó, te mi vagy? Akkor te mi vagy? Depulzó, jó van, benne van a szedbe. Ezzel tudom ledobni a szakadékban, nagyszerű. Nem a tét akartam. Ha nem csekkolni ezt. Ja, ezekből egyet se vettem föl. Nem, a korból? Igen, a korból. A Stupefy sebez. A protége az robban körülöttem, és két lövedéket küld vissza. Ha tökéletesen csinálom. Várjunk csak. Hogy te. Volt hát, amikor a két karika pontosan egymásba ér. Jó. Ja, igen, és nem utassa a felkiáltó jelet. Egy új pálca hang le. Nem rossz, de nekem ez tetszik. Putyász? Sugyász. Egyébként a legutóbb Rimworld-ös részre próbáltam annyit belesűríteni a hobbiaimból könyvet, sorozatot. Mi egyebet, Mao. Hogy lehet, hogy érdemes megnézni. Egyébként úgy vettem észre, hogy azt többen nézitek. Na már most ugye új gép, jobb gép. Hogyha van olyan azok közül, amivel eddig játszottam, de nem fejeztem be, azt például megírhatnátok. Vagy hogy olyannak tűnik a játék, mintha az tetszene nekem. Kezi csókolom. Oké, menjünk Toulouse-ba. What precisely is the relic on to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urdgot. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. És akkor hogy adtok el dolgokat? It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Értem, én csak ott pirosakat látok. Itt csendben, jó. Hopp, tudok közbe futni is.
arkasok. Hát őket nem akarom annyira bántani. Minek? Na, nem is tudom, milyen sötét korcsoknak hívják őket. Hogy oda megyünk? Én tényleg nem akartam őket bántani. Jöhet. Ó. Netán ide jöttünk? Nem, ezt már megcsináltam. Vadászgattam azért a környéken. Offline. Valószínűleg. Gyűjtögetek, gyűjtögetek. Revelio. Na jó. Ó, az hogy gyanúsnak tűnik, hogy oda megyünk esetleg? Tán. Hopp, 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 hopp. Ó, és ő is fut velem. Ez cool megoldás, ez tetszik. Még előtetted volna, mennyire veszélyes, hogy ilyen fél. Ah, and there it is. The Witch's Tomb. Dreadful looking place, isn't it? Dreadful? Gyönyörű. Miért lenne dreadful? Jól értettem egyáltalán? Szerintem tök szép kis hely. Ja, elnézést, igen, oktatás. Oktatás lesz. Nem? Csak ő akar előre menni, jó. Én is azt akarom, hogy ő menjen előre, úgyhogy ebben együtt egyet értünk. Revelio. Jó, ez csak ugyan egy sziklafal. Hopp. Hopp. Gondolom, tudja a nyitját. Nem fogsz ide felugrani? Na. Igen, tegyünk úgy, mintha az ajtóban állnék. Nem hagyja. Ne. Olyan vagy. Hagyol fölmászni. Jó. Jó. Ott van egy piros, de az messze van. Nos, tehát... Igen. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Rengeteg. Mi van a sírba? Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors. Élő halottak tűzsebzés, oké. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force and most effectively fire. Jó. Miért dolgoznak ezek kettel együtt? It seems Ranrok and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. Yeah. I can only speculate. But I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Igen, tehát, hogy nem igazán számolnak be egymásnak a terveikről. Valószínűleg nincsenek nagyon jóban. What about this helmet makes it so special? Történelmi The helmet of Urthgot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizardkind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblinkind and to Ranrok. He would be grateful to me should I return it. Miért nem csináltak olyan dolgokat, ami számotokra üveggyöngy, és becseréltek 2000-re a sisakot a boszorkányal? Tehát miért tegyétek meg? Én. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. És vett tudomásul. Eagerly awaiting your return. Jó, de azért bújjál el, kérlek. És vett tudomásul, hogyha átvers, semmit nem fogok veled csinálni. Ó, hogy itt még egy hőgy is van. Na nézzük, Inferni. Jó, hogy itt nem lehet így besétálni, hanem a töltőképernyő. Na. Starfield előtt is tudott valamit öltőképernyőt használni. Azt hittem, hogy ez egy ilyen nem régi újítás. Lehet, hogy ez a dungeon egy kicsit nagyobb lesz, mint gondoltam. Jó, már éppen pauzolni akartalak. Ne szedd le a láthatatlanságot. Aha, persze. Bár lehet, hogy ez a fény ez meg fog védeni.
Meg az is lehet, hogy az ott be fog omlani mögöttem. Majd meglepődök. Ó, ez kívül a láthatatlanságból. Ez is. Okay. Rebellion. Hütyörögi út, tovább nagyon biztató hely. Nem dós, nem penészes, száraz szaga van a levegőnek. Igen. Ott van valami hütyörögött alakú sárga motyó. Ah, az oké. Sealed. Mi? Ja, az oké, igen. Nyú. Revelio. Moths. Curious. Jó. Lumos. Gyere, hütyike. Ó. Ez pont ugyanaz, mint ami a mindenhol levő képeken ott van. Lehet, hogy mégis a világkégét segítettem elszabadítani. Azt a kaporszakáll úristen itt. Pati, ne félj tőlem, nem bátor. Ott van egy rács, kicsit se gyanús. Fönt egy lik. Onnan lemászhat valami mögém. Miközben gyanútlanul nyitom a ládát. Hát lehúztam egy hulláról egy ilyen hosszú kabátot, jó ötletnek tűnt. Úgy a zsák utcának jelöli a térképérzékem, oda nem akarok leesni, a kinyílik alattam. Revelio. Ó, ez egy olyan ajtó, ami spirálva becsavarodik és átküld a másik dimenzióba. Oké. Okay. Jó van, megint tiszölhetek mindenféle szellemlovagot. Mi a jó abban, hogyha engem ki akarnak nyírni, és ebből kéne nekem tanulni, hogy mindenki ki akar majd nyírni? Most célzok ezekre a ősi mágia tesztekre, ahol általában az van, hogy hatalmas palosokkal megpróbálnak agyon csépelni. Na, itt ez olyan nagyon éli halottas helynek tűnik. A padlóból, ó, ez olyan kis Skyrim-es, nem? A hullatároló, meg minden. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Oké, itt van egy bogártartó, mert jó. Nem nyert. Ja, lehet, hogy ehhez kell a lepúzó. Lepúzó, ez az. Ezért kellett. Jó. Azért megtanulmányozom itt a környéket, ha már mégse ugrik rám egyből semmi. Például. Hogy kettő bogár is van. Aha, hozzá viszont három kell, ez lesz a cseres rész. És hogyha szemetek, akkor ennek tetejébe... Ez kinyitható? Nem, itt már jártak. Viszont hoztak neki virágot. Nem is olyan régen. Mert még friss és nincsen benne főd. Próbálom nézni, hogy jelentenek-e a szimbólumok valamit. De hát ilyen primitív, neobunkó stílusú kőszobrok csupán. Most kérdés, hogy ez... Ja nem, ezt a boszorkány építette. Hát a boszorkánynak van valami tükörtrükkje. Jó. Jó, hogy itt a harmadik. Ezért kellett a lepúzó. Jó van. A hang egy kicsit lefozsatta velem a rüsztömet. Azt hittem valami csapdát aktiváltam hirtelen. Itt mást annyira nem látok. Lumos. Azért nem megyek a szoba közepére. Lost. Lumos. Revelio. Mit hagytam még valahol valamit? Lumos. Órágy. Elég érdekes temetkezési szokásai voltak ennek a bosszinak. És még nem találkoztam Infernusszal, úgyhogy, ja. És nem tudom, hogy a rácsok azok... Oké. Okay. Tehát, hogy ezek a rácsok, ezek vagy azért voltak, hogy lefelé figyeljek és ne fölfelé, vagy azért, hogy egyszer figyelmen kívül halljam őket. A
szennyakörben hittek, hogy látom, meg a koronában. Vagy ez egy tükör? Hát, hogy egy tükör. Igen, ezen az ajtón valószínűleg nem fog bemenni. Az egy jó, hogy a térkép így kirajzolja, hogy hol ne próbálkozzak öleslegesen. Sziasztok! Csak a láthatatlanságom, ne szedd le, kérlek, ne szedd le, a láthatatlanságom jó van. Margit így teljesen jól el van. Na nézzük, hogyha ide jönnél hozzám, úgy mint az előbb, ahogy látszott, hogy gyere ide, meglőlek, szarrálőlek, úgy. Nem tudtam elolvasni, mit mondott. Rafaelio. Ezek most olyan tudják, hogy hol vagyok, vagy csak megnézik, hogy honnan jött a cucc. Hát nem kapkodják el a srácok. Nézik a hűlt helyemet, és beszélgetnek egymás közt, hogy tart, az előbb még ott volt. Most meg nincs ott. Nézzük, pofozzuk meg őket egy kicsit. Ó, én itt sem vagyok. Huvallat vagyok, csupán lengeszellő. Jó. Pum-pum-pum-pum-pum. Ja, és ilyet is kéne csinálnom. Mert különben nem tudok szüretelni. Na. Senki nem mondja olyanokat rám, hogy én szemtől szembe támadok vagy valami. A még tapatyó. Miénk lesz a sajt. Én megnyomtam az egyest. Oké. Egyelőre nulla ellenséget látok. Nyugjunk itt. Ott. Merre kigyullad a tűz, hogy látszak? Ezt ismerem, jó volt. Hogy onnan nem tudom, akarnak-e még a nyakamba potyogni? Trip. Még egy betű... Jaj, most jön majd az eterális részkupi. Amikor ölnek, aha, oda föl tudok majd menni biztos valahogy. De akkor először... Szeretem ezt a varázslatot. Rakétavető. Revelio. Valami nagyon közel sutyorog. Gondolom, hogy a fal túloldalán. Illetve fingóksi, áú, arról, hogy ugyan tudnék bárhova fölmászni itt. Mert hogy valamit föl kéne lebegtetnem. A lebegtethető, szarokat is szoktam mutatni. Hogy oda nem tudtam fölmászni, de ide igen. Logikus. Na. Lessük tovább, mi vár ránk. Jó, nem hagytam ott sehol egy ilyennyi pénzes zsákot se. Oké. Góba. Ott úgy nagyon nincs semmi. Azért egy bibillió. Na, megint pillangóztatni fogunk, úgy tűnik. Két pillangó. Jó. Ott van a harmadik fönt. Mármint, hogy ott. Aha. Tök jó. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Na most nem mondod, hogy ez depózó. Mert szerintem inkább az a flippendó, nem? Elhárította fölfelé, jól láttam? Nem tudom. Na jó. Tehát rotatézni. Megrotétjuk. Hello. Hát nem nyert. Mi ezt kéne forgatnom? Ez a This has a moth imprinted on it. Same as the door. Aha. Revelio. Jó.
Na, a depúzót visszarakom. Megcsekkolom, hogy csak depúzó kell a küldihez. Igen. Na mindegy, hát alapot. Igen. És akkor... Tehát a fény forgatja, oké. És most? Ez most azért jó nekem, mert... Hop-hop-hop, hello, 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 várj. Oké. Nem az. Patik, ne meneküljetek. Olyan kis cukorborsok vagytok, áú. Jó? Lacs. Ravelli. Jó. Lumos. Lumos. Okay. Ravelli. Nagyon nem akarták, hogy kijöjjön innen ez a boszorkány. Gondolom én. Hát itt még van egy kevés. Well. Nézem, hogy itt azt jelzi, hogy arra is van valami. Oké. Okay. Na, lógjunk egy picit. Rafaelia. Nem örülök ezeknek a fátyáknak. No, valószínűleg erre kell tovább menni. És itt meg arra mi van. Most szintáltam a hordókon. Azt ott el tudom lőni. What's that hanging there? Looks precarious. Igen, igen, az ott belukad attól, igen. De akkor... Revenio. Mennyi kincs, Bakker? Patik? Valószínű Patik. Túl sok irányba lehet menni. Na most nem váltasz át a másikba? Olyan vagy. Vagy lehet, hogy ezzel kell? Igen. Jó. Hát érdekes egy hely. Itt még sütyörök van. Ja, ez. Ja, jó, ezt nem lehet kikapcsolni. Illetve... Így. Nem. What? Na, így. Végre rendet tudtam rakni. Rengeteg cucc, irgalmatlanul sok. Na, innen kimászik majd valami? Nem akarok még oda leesni. Azért előhetem.
down I go. No other way. Dehogy is nem. Vagy akkor ez volt a Zsák utca? Mert ő is elég szerteágazónak tűnt, ugyebár. Patik. Ő kupac valamik. Mik ezek a kupac valamik? Az, te ott mi vagy? Rengeteg csontot lehet kiszórni, oké. Értem. Igen. És igen. Get that platform closer. That hand. What? Miért? Revelio. És hogy oda leesek onnan, hogy tudok kimászni? Ez csak ennyi. Jó. Ez a csont fejlődik, ez érdekes. Igen, oda, jaj, de jó lesz az nekem. Blúcs. Szárítkozzuk meg egy picit. Hátulról is. Jól van. Na, ennek nem örülök. Miért kell kivilágítani, hogy jövök? Ez bát. Csak nem ez az az ajtó. Guardian Nervioso. Ja, akkor most már nem kell leugrani. Revelio. Ére vizet az út. Ja, igen, az az, amerre nem mentem. Ja, ezt már kinyitottam. Utás. Annak nagyon örülök, hogy a lopakodást lehetett így fejleszteni. Ja. Most speciál nem ezt akartam. Valami köpenyes csávónak tűnik. Hup. Locs! Nem. Inkább. Okay. Már megint egy kapu. No, ott van egy kis bügyő. Ó, itt kimászott egy rakás élő halott. Még jó, hogy... Ó, és itt meg nincsen nagyon fedezék. Well. Lehet, hogy itt majd bunyózni kell. Ah, itt is egy ilyen kis gyökér van csupán. Mind arrafele néz. Netán be tudnék sunyogni a hátam mögé. Oké, maradjatok jó. Jaj, nem láttál semmit.
Oké. Okay. Biztos nem lett bajuk, nem azért esett le a fejük. Ők már egy jobb helyen vannak. Na, ez is ilyen tekergető csavart kerály? Igen. Meg kell valamit tekergetnem. Ott is van egy, ott is van egy. Ott van egy elérhető. Ezekre a helyekre kéne följutnom. This looks even more complex. Igen. Ott egy bügyő, ott egy bügyő. Kettő kell ahhoz, hogy megtekerjen vajon? Lumos! Jöjjj, kérlek. Ilyen messziről rá tudom tenni? Aha. Jó, és akkor... Jó van, értem, hogy mit kell csinálni, értem, csak nem szeretem. Na. Na. Na! Hát ez nem igaz. Más helyeken itt föl tudok mászni, itt meg nem. Jó, lehet, hogy kell hozzá a másik bügyő is. Ott vagy? Vagy ott vagy. Lumos. Nem itt vagy. Itt vagy. Au! Így kétszer olyan magasra tekeredik föl, vaj. Nem! De most tényleg ez mi? Rebellion. Nem, depúzó. Még egy depúzó, még egy depúzó. Na, szét depúzóztam, oké. Okay. Értem. Tehát, hogyha... Oké, okay, hop. Lumos. Jézus. Jó. Egyben van. Ne. Lumos. Né, már itt van még egy út is. Na mindegy, előbb kinyitom azt. Oh. Az lesz a probléma, hogyha ugrok, akkor leesek. Innen be tudom oda górni. Lumos. Aha, visszament. I need to bring moths to the door. Tényleg? Ó, oh. Korábban itt volt. Tehát... Igen, és akkor így... Lumos! Úgy, ez az. Jó, és... Viszont ott már nincs ott az a... Nem. Az a kis... Rebellion. Nem. Lumos. Bogárka. Na ne. Ilyet ne. Maradj ott bent, kérlek. Jó neked. Hogy hozom föl a harmadikat? Lumos. Mert ugye így nem lehet pörgetni, hogyha ide teszem. Oda már fölvittem ezt a kettőt. Ugye? Yep. Na ez érdekes. Így nem tudom megpörgetni. Ha ott van. Au. Kis szünet. Na jó, van, megtaláltam, már itt van fönt. Na. Messze lakik még ez a boszorkány. Which
reach his final resting place. Ó, nem mondod. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Oké. Ami csinyeg. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok went like this. Ó, elvitték a sisakot, ki van rabolva. Revenue. Na de legalább nem csépeltek mindenféle kardokkal. Ah, és nem is vittek el mást. Tilzottan ezért jöttek. Ott még... Ja nem, az a tekerentyű lesz, oké. Na jó, hát, well. Van olyan része a mapnak, amerre nem mentem, nem tudom. Hiába nyomkodom. Na, map. A mapot evelyabbal. És cuccból pedig van... 18/28, jó. Nem hiába keresgéltem ilyen Merlin témákat. De érdekes, mert úgy jöttek be, hogy minden halott életben maradt. Mármint élő halott, elnézést. Nem nyírták ki, elengedték maguk mellett, vagy valami hasonló. Flying Mounds. Lehet, hogy arról már lehet föl lenézegetni. Ó. Azért itt volt élő halott harc. Lehet, hogy az egyik a boszorkány. Oh well. There must be some sort of mechanism for this doorway. Ah, meg kell nyomni. Jó, hogy hátulról jöttek be. Egyébként a mellékjáratot megnéztem, de csak egy pár láda volt benne. No, kíváncsi leszek Lodgok fejére, aki a kiáratnál vár, én meg megtaláltam a hátsó bejáratot. Igen. Hogy? Mondom, hogy? Lodgok. Gáz van. Lodgok. The sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrok. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. Nem baj, kacagva ülök. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrok. Milyen messze van ez a tomb? To think those wretched thieves have their hands on such a relic. És akkor még mindig nem tudok menteni, mert benne vagyunk a küldetésben, mert szigyörgök egy ideje. Nem, nagyszerű, hát akkor ennyi volt. Szerintem egy szalonnás rántott a reszelt sajttal. A kérdésetekre válaszolva, addig is a legjobbakat, normál 69 voltam. Sziasztok! És ez itt egy fűr. Yeah.